Én Júliát játszom a darabban, és a mi előadásunkban Júliának a szülei, és hát Rómeó szülei is a divattal foglalkoznak. És igazából Júlia a családban az egyszem lázadó lélek, aki inkább az expresszionista festészet területén szeretne kibontakozni, tehát ő inkább a mélységeket képviseli. Az édesapja egy nagyon agresszív és nagyon uralkodó típus, míg az édesanyja egy megalázkodó, és egy másodpercig nem áll ki mellette soha. Igazából a Dajka az, aki az ő bizalmasa egy darabig, aztán ő is magára hagyja. Ami meg érdekes szerintem az ő személyiségében, hogy egy nagyon szenvedélyes, nagyon tüzes típus. Egy kicsit, többször használtuk ezt a hasonlatot a próbán, kicsit olyan, mint a vihar. Ez főleg az erkély jelenetben fog látszódni, hogy hát ugye nyilván van benne egy naivitás, egy a fiatalság minden szenvedélye és őrülete, de hát egy temperamentumos, egy akaratos nőről, kisnőről van szó, mert azért ő még elég fiatal. És hát amit eldönt, az úgy lesz. Tehát ő abszolút ragaszkodik az elképzeléseihez. Van egy pillanata, amikor megpróbálja elmondani az apjának, hogy hálás vagyok, hogy hozzá kell mennem a Párizshoz, de nem akarom. És hát annak látjuk majd, hogy mi lesz a vége. Tehát egy borzalmas düroham, és igazából választ kapunk arra, hogy miért nem vállalja a családja előtt a lány az érzelmét, és hogy miért kényszerül abba bele, hogy más módszerekhez nyúljon. Egy kicsit én már azért érettebb vagyok, mint ez a lány. Idősebb is vagyok nála. De hogy sok-sok-sok olyan mozzanat van ebben az egészben, ahol magamra tudok ismerni. Ez a minden áron az van, amit én akarok, és ha kell, akkor szembe megyek szülőkkel, és mindennel, és ez a lázadás, amit ő így igazából így képvisel, az is régebben egyébként sokkal jobban jellemző volt rá, most már azért nyugodtabb vagyok, de a családjával való harcok is eléggé ismerősek. Az biztos, hogy az egész világa, tehát az, ahogyan a Vajkerről gondolkodik, ahogy a karakterekről gondolkodik, az nem volt még. Tehát nagyon-nagyon-nagyon izgalmas. Szerintem ő egy olyan világot hozott létre ebben az egészben, a táncosokkal, a kórussal, a Janint zenéjével, közben a Varródani szöveg, ami ugye a Shakespeare szöveg, csak egy újabb fordításban, hogy ennek az egésznek az egyvelege, ez szerintem nagyon-nagyon izgalmas. Nekem az életemben, és szerintem ez mindenkinek így van, hát nagyon sokat változott az évek során a szerelemnek a jelentése. Rejtudtam odáig, hogy igazából valahol, tehát a szenvedés, a harmónia, hogy az kiegészíti egymást, sőt, együtt van jelen, és hogy akkor jó, tehát hogy nem feltétlenül kell nagyon fájnia és nagyon szenvednie a szerelemnek, a szerelemérzésnek, vagy hát nekem. És most hál' Istennek, most ezt a szakaszát élem ennek, de hogy ez mindig változik, szerintem.